Tisztelettel köszöntöm a legkitartóbbakat, és minden megbecsülésem, hogy úgy gondolják, hogy ennyi gyönyörű látvány és csodálatos gondolatok után még mindig bírnak valamit befogadni. Ehhez én egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy hoztam egyetlen egy motivumot, egyetlen egy jelet, ami a nem ezeken sorra rendre megjelenik. Kiderült, hogy nem eszkészítő vagyok, néhány évtizede ezzel foglalkozom, valamikor a 80-as évek elején sikrott félre így az életem Vidák Istvánnak és Nagy Marinak köszönhetően. Így aztán, amit most szeretnék mutatni, ez többnyire a nem ezeknek köszönhető. Ezen a lótakarón vagy izzasztón négyszer is megjelenik ez a négyszírmú virág, és amikor ezt megláttam 2009-ben, amikor Vidák Istvánnal Kirgizisztánban bandukoltunk, akkor támadt az a gondolatom, hogy milyen csodálatos dolog, hogy vannak bizonyos jelek, amelyek évezredek óta nem változtak semmit, és például nem ezeken szépen sorban megtalálhatók. Ugye az előző, az csak néhány évvel ezelőtt készült, egy piacon fényképeztük, és négyszer is megjelent rajta. És aztán, hogyha néhány évezredet visszaugrunk az időben, a Krisztus előtti 5.-4. századba, akkor a szkíták nemezein sorra, szinte majdnem mindegyiken, mondhatjuk, hogy talán majdnem mindegyiken sorra fölismerjük ezeket a négyszírmú virágokat, vagy kereszteket, amelyeket rendszerint körbe írnak. Erre néhány példát szeretnék mutatni, ezek a paziriki sírokból valók többnyire, és hát ugye 2400-2500 évesek, ilyen csodálatos állapotban megmaradtak. Például erről gyaníthatjuk, hogy kifejezetten a fejedelemnek, vagy annak a törzsfőnek a temetésére készült. Úgy tűnik, hogy besincsenek fejezve, például ez nincs befejezve, de a közepén ezeknek a motivumoknak ott találjuk azt a most általam is vizsgált körbe foglalt négyszínmú virágot, aminek gyakran még egy kört is találunk még a közepén. Szintén a paziriki ásatásokból került elő egy nagyméretű nemeztakaró, amin hát talán ismert, mert ezt nagyon sokan szokták közölni, ezt a figurát. Ugye nem tudok se állatot, se embert mondani, hiszen a szkíta ábrázolásmódra éppen az a jellemző, hogy egyik állapotból, egyik állatból a másikba fordul, formálódik át az alak, attól függően éppen, hogy hogyan viselkedik. Ennek a testén is végigvonul ez a körbeírt négyszírmú virág vagy kereszt, éppen 12-szer jelenik meg. Majd itt a számosságok is sokat fognak jelenteni, ezekre érdemes figyelni. Vagy egy szintén nagyméretű nemeztakaró, ez talán ebből a korból, tehát az ókorból származó legnagyobb méretű épségben megmaradt 6,5-4,5 méteres nemeztakarónak egy részletét látjuk. Itt talán nem jól látszik a képen, de ennek a lovas figurának a szárnyszerű palástján vannak ezek a körbeírt virágok. Hogyha egy kicsit hazaugrunk, és aztán majd a népművészetünkben is kalandozunk, akkor azonnal szembeötlik, és talán mindenkinek ismerős, hogy a Szent Koronánknak 6 olyan zománc képe is van a 19-ből, amin találkozunk ugyanezzel a jellel. Például András apostolnak a zománc képén, ahol úgy tűnik, mintha az égből hullanának alá ezek a négyszírmú virágok, egy madár formán, ami nem meghatározható madár típus, egy általában a madárról, mint a levegő őselemnek a képviselőjéről beszélhetünk. Ezen átszűrődve kapják meg ezt a végleges alakjukat, amikor körbeíródnak. Aztán a mellette lévő János apostolnak a zománc képén, ugye ott az egyik oldalán látjuk, mintha alulról fölfelé kezdődne építkezni 6 darab ilyen körbeírt kereszt vagy virág, és amikor eléri azt a madarat, akkor viszont oldalnézetet kap, ahogy a túloldalon is az indákon talán jól látszik, hogy 3 szírmú oldalnézetű virággá változik, és
ennek, ha ezt virágként tudjuk fölfogni, akkor van egy felülnézeti, kör alakú vagy négyszírmú képe és egy oldalnézetű. Ugye, ha fölülnézetben látunk egy-egy ilyen jelet, akkor az az állapotszerűségét, a kiteljesedését mutatja. Ha pedig oldalnézetben, az azt jelzi, hogy még útban van a kiteljesedés felé. Hogyha egyre jobbra lépünk Jakab apostolnak, Szent Jakabnak a zománc képén, még hullanak le föntről ezek a négyszínmú virágok, de ahogy ott már ugye nem madárral, hanem egy négylábú, szintén közelebbről elég nehezen meghatározható négylábú állatonnak a testén keresztül szűrődnek át, és itt ugye ez a tűz elemét jeleníti meg általában ebben a hagyományban, szemben a madár, mint levegőelem. Ha ezen keresztül szűrődnek, akkor úgy tűnik, hogy kristályosodnak, tehát nagyon-nagyon elszögletesednek. Következő sorban Pál apostolnál megint madarakat látunk, illetve Péternél, ahol újra négylábú állatot látunk, ott újra elszögletesednek ezek a jelek. És még egy helyen az alsó korona részen Demeter pajzsa közepén is megtaláljuk, mint egy a védelemnek a jelekén. Van egy nagyon érdekes vonulata ennek a kutatásnak, amit egy Gulácsi Zsuzsa nevű kutató fedett föl, vagy kezdett el fölfedni. Meg is jelent néhány évvel ezelőtt egy tanulmánya Amerikában, a Mani keze címmel, és ő azt kutatta, hogy a manichaista kéziratokon, ezeknek a miniatúráin hogyan jelennek meg a nemesztakarók. Ez már önmagában is számomra nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye 1600-1700 éves akkor indult eszmerendszerről beszélünk, nyilván a kéziratok lényegesen későbbiek. Egyébként azt érdemes megjegyezni, nem tudom, hogy talán abban most nem mennék bele, hogy ezt részletezzem, de a vallás alapítóról, Mániról annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy 216-ban Krisztus után született, tehát éppen 1800 éve, tehát most lenne 1800 éves, ha élne. Ezeken a miniatúrákon, tehát látjuk, nagyon sok ilyet gyűjtött össze, hogy egy-egy, vagy akár több nemesztakarót is ábrázolnak. Ezek a motivumai alapján rokonai a korábbi szkíta nemezeknek és a későbbi közép-ázsiai vándorló pásztor népek által készített nemezek motivumainak. Még annyit talán a manikeizmusról, hogy Máni a tanítómesterének egy bizonyos Szkitiánosz nevű mestert nevezett meg, aki ugye görögösen írva a szkítát jelent, tehát ő egyik irányból mindenképpen a szkíta hitvilágból indult, és így lett aztán Krisztus apostola. Ezt közelebbről is megmutatom ennek a részletét, ennek a miniatúrának, azért, mert itt is látjuk, hogy megtalálhatók a nemesztakarón, ami hát ez egy ilyen dobogón, egy béma ünnepi szertartáson, a dobogó van letakarva vele. Ezek a négyszírmú virágok, mégpedig nem is rendszertelenül és nem is önmagukban állva, hanem egy ilyen rács rendszerben, rombuszokba foglalva jelennek ezek meg. Erre egy nagyon jó analógia néhány száz évvel korábbról, már legalábbis Máni születése előttről, a paziriki leletek közül szintén. Ugye itt azt látjuk, hogy egy szinte a nemes sátor rácsára emlékeztető rács szerkezet, amelynek a közein találunk négy-négy ilyen négyszímú virágot, míg a kereszteződéseknél ezek körbeírva jelennek meg. Csak egy kicsi kitérő Közép-Ázsia irányába, hogy ezek mai nemesztakarókon, nemesztárgyakon is néha körbe húzott keresztként, néha körbe rajzolt négyszínmú virágként jelennek meg. Ez például Nagymari és Vidák István türkmen útjáról származó fotó, amin látjuk, hogy a középső, a takaró közepén lévő nap motivumban megjelenik ez a körbeírt négyszínmú virág.
maniheistákhoz egy picit visszatérve, még annyit el kell mondjak, hogy amikor náluk megjelenik ez a jel, és ennek már nagy szakirodalma van, akkor a fény földre testesülésének a jele. Ugye náluk a szertartásoknak a központi eleme volt a fény megtestesülése. Innen is van az előadásomnak a címe, hogy világnak virága, tehát amikor a világosság, tehát a világ maga virágként jelenik meg. Ezt Molnár V. Jóska bátyám úgy fogalmazta meg, hogy a virág a nap földi kedve. Még egy-két példa nemeztakarókról, mai közép-ázsiai nemeztakarókról. És ahhoz, hogy ennek a jelnek a lényegét, a kialakulását meg tudjuk közelíteni, egy kicsi kitérőt kell tegyünk, be kell lépjünk egy nemes sátorba. Ma már nagyon, vagy többször volt szó a nemes sátrakról, most egy picit ennek a motivumnak a kapcsán is nézzük meg. Ezt csak fölvillantom, mert nagyon messzire vezetne, jelzés értékűen, hogy egy mongol kutató ma még kézzelfoghatóan visszatudta nyomozni, hogy a nemes sátornak a 12 szelete vagy részlete az állatövi jegyekhez kapcsolódik. Ugye László Gyulának a nemes sátor berendezését láttuk egy korábbi előadásban. Mindenki tudja, hogy a férfi oldal és a női oldal. Nagyon tanulságos, hogy itt melyek, milyen jegytulajdonságok kerülnek a férfi oldalra, a női oldalra, és hát a legfontosabb, hogy a kapu, az a nemes sátor ajtaja, amin belépünk, az a nyilas állatövi jegytulajdonságokat hordozza. Ugye az a hely, ahonnan a teremtő energiák érkeznek a mi kis világunkba. És hogyha belépünk ebbe a nemes sátorba, ez egy kazak sátornak a belseje, akkor újabb és újabb élmények érnek bennünket. Szintén Kirgizisztánban az István által már említett Kendzsekán Toktuszonova elmondása alapján fogom elmondani a következőket. Amikor föltettük neki azt a kérdést, hogy milyen jelképi tartalma van egy nemes sátornak, amiben ott még jó néhány helyen élnek, különösen a hegyekbe, magas hegyi legelőkre vándorló családtagok, akkor először kicsit furcsa is volt neki, hogy hát nem tudjátok, hát nem értitek, ez számukra annyira a nyilvánvaló és köztük élő hagyomány, és én először arra gondoltam, hogy majd biztos elmagyarázza, amit mi László Gyulától tudunk, hogy van a női oldal, meg a férfi oldal, és hogy vízszintesen hogyan tagozódik és osztódik meg a sátor, de éppen egy másik irányt kezdett el, mégpedig a függőleges tagozódást. Azt mondja, hát vegyétek észre, hogy három rétege van egymás fölött egy-egy nemes sátornak. Az alsó réteg, amit mi már, hogy ők keregének hívnak, ugye ez a magyar kör, kerítés és kerülő szavainkra párhuzam, az egy rácszerkezet, ami sok-sok rombuszból áll. Ez a rombusz, hát ezt már mi is tudjuk, az őskor óta a nőiségnek a jelképe. Ez a rács tehát a közösségnek az asszonyait jelképezi, a belső oldala a fiatal lányok jele, a külső oldala pedig az idősebb asszonyok, a már érett asszonyok. A kettőt, a két oldalt minden egyes kereszteződésben egy-egy bőrszeg köt össze, ezt ők göknek hívják, ez a köldöknek egy nagyon szép analógiája, a két nemzedék közötti kapcsolat. És azt mondja ez a Kendzse házi asszonyunk, hogy hát figyeljétek meg, hogy ez a rács, amikor kinyitjuk és fölépítjük a sátrat, akkor az asszonyok két lábbal egy picit ilyen terpezben nagyon masszívan állnak a földön, és a két kezüket pedig az égnek emelik imára. A következő réteg, ha egyel följebb lépünk, ezek a rudak, a szálegyenes rudak, hát innen már nagyon könnyű kitalálni, hogy vajon kiknek lehet a jelképe, természetesen a férfiaknak. Hozzátette Kendzse, hogy egy férfi csak akkor férfi, ha szálegyenes. De nem tud férfi lenni, hogyha nincsenek asszonyok, vagy legalább nincs egy asszony, akinek a vállán ő meg tud támaszkodni.
de egyel magasabb szintre jut az asszonyoknak köszönhetően. És a legfelső szint, aminek itt csak töredéke látszik, és lassan visszajutunk az eredeti témánkhoz, egy körbeírt kereszt, ezt ők tündüknek mondják, ez a magyar tündöklik szavunknak a nagyon szép rokonítása. Azt mondja, hogy ez pedig az a lehetőség, az a hely, ahol lehetőségünk van arra, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerüljünk. Itt lép be ugyanis a fény a sátorba. Hogyha ezt a három jelet, amit ő elmondott nekünk ott 3 perc alatt, és én lerajzoltam a füzetembe ezt a 3 jelet így egymás alá, és döbbenten láttam, hogy rovás jelekkel leírtam a fészek szavunkat. Ami hát most lehet róla beszélni, hogy véletlen vagy nem véletlen, nekem akkor egy katartikus élmény volt. És most tavasszal az iráni türkmenek között járva azt mondja a házigazdánk, hogy hát nem vettétek észre, hogy nálunk a tündüknek a merevítő rúdjai pontosan 24 darab van, 48 véggel, és a fény, ahogy bejut a sátorban, ez szépen fél óránként mutatja az időt. És körben pedig kereken 60 darab tetőrúd van, ami egy újabb számosság a mi időfogalmunkhoz. De hogy még izgalmasabb legyen a történet, azt írtam én alcímnek, hogy a fény írta jelek a kelméken. Ugyanis a nemes sátorba elvileg 2 helyen juthat be a fény. A kelő nap, mivel ezek a sátrak általában kelet felé vannak tájolva a török népeknél rendszerint, és a mongol típusú népeknél pedig inkább déli irányba, de ez néha már változik és át is mosódik, illetve alkalom és helyszín is változtathat rajta. Tehát az ajtón a felkelő napfénye jut be a török népeknél. Ahogy emelkedik viszont a nap, és ez a fény kihátrál az ajtón, a tetőkarikán is bejut egy fényfolt, és az körbejárja a sátrat, szépen, reflektorszerűen, mint egy sötét kamrában megvilágítja a sátorban elhelyezett kelméket. Hát itt a baloldali tuskízen, ez hátsó nemez, de ma már szövött anyagból készül és hímzett, látható körökben lévő kereszt alakú virágok, amik már nem 4 szirmúak, hanem a 4 irányba, de már tovább burjánzottak, tehát mintha a fény elkezdenek kiteljesedni. És ezeken a belső textileken gyönyörűen végigvonul a fény. Csináltam ehhez egy ilyen szemléltető filmet, amit remélem, hogy le fogok tudni játszani, ugyanis Vilmosnak azt mondtam, mert mondta, hogy lehet, hogy nem működik. Mondtam, hogy semmi gond, akkor eltáncolom. Úgyhogy most kiderül. De még előtte elmondom, hogy mit kellene lássunk. Tehát a keleti irányból kelő nap, ahogy az első fénye bekerül a tetőkarikán, először megjelenik egy keskeny fénysávként a tetőnemezek tetején. Majd ahogy a nap egyre megy följebb, ez a fénysáv, látni fogjuk, egyre lejjebb kerül, és közben egy picit a síkjából ki is mozdul, majd átmegy az oldalnemezekre, és dél tájékában pedig már bekúszik a padlón, és nem egészen a középponton, de megközelíti a sátor középpontját. Ugye ezen az égőben soha nincs pontosan fölöttünk a nap. Ahogy túljut a csúcsán a nap pályája, ez elkezd lefelé menni, megfordul a fényfoltnak az iránya, szépen megy kifelé az ellenkező irányba, fölkúszik a falon, majd a keleti oldalán a sátor belsejének szépen elhagyja a tündükön keresztül a tetőnemezt. Ezt most, ha sikerül, akkor hát el kell táncoljam, úgy néz ki. Nem, mert visszamegyek, azért még egyszer megpróbálom. Ez egy sima avi, amit nem, tényleg nem játszik le Vilmos. Jó, tehát el tudjuk képzelni, hogy van egy ilyen útja, hogyha mondjuk, hát én most azt feltételezem, hogy arról van kelet, ugye elindul, de nem függőlegesen érkezik lefelé, hanem szépen van egy ilyen iránya, majd megteszi ezt az utat, itt lekerül a földre, itt visszafordul, és egy ilyen ívben a sátor keleti oldalán szépen elhagyja a tetőt.
Ezt, hogyha levetítjük a sátornak a talajára, egy kör alakú felületre, tehát ezt a térformát, amit én most megpróbáltam eltáncolni, akkor síkban látjuk, ha kelet felé van tájolva a sátor, akkor a baloldali ábrának megfelelően, ha délfelé van a sátor ajtaja, akkor a jobboldali ábrának megfelelő ábrát írja le a fény. Na most, ha ezt a kettőt egymásra vetítjük, és ezt átéli az ember, akkor 4/4 osztja föl a sátrat a fény. És ezt elfelejtettem mondani, de hozzá kell tenni, hogy pontosan ugyanezt egy évben csak kétszer történik meg, ez a tavaszi és az őszi napi egyenlőség ideje. Ettől különböző napokban egy kicsit mindig torzul és más formát kapunk, de a lényege ugyanez, csak nem pontosan ezeket a szép íveket írja le. Viszont a tavaszi és az őszi napi egyenlőség idején ezt a gyönyörű ábrát kapjuk meg. Mégpedig egy olyan 4/4 osztott kört fogunk kapni, aminek van két olyan oldala, ami egységesen vagy kap fényt, vagy nem, tehát nagyjából egyenlő fénymennyiséget kap. Ez a női oldalnak a belső fele, illetve a férfi oldalnak a külső fele. Bocsánat, a férfi oldalnak a belső fele és a női oldalnak a külső fele. Van egy olyan negyed, ami mindenképpen fényt kap, ez a fény maximum, és van egyetlen negyed, ez a férfi oldalnak a külső oldala, ami soha-soha nem kap fényt, tehát ez mindig közvetlen fényt, ez mindig sötétben marad. Ez ugye, hogyha évköri rendben nézzük, akkor ez a nyári napforduló ideje szembe vele a téli napforduló ideje, és a őszi és tavaszi napi egyenlőségnek a negyedét, illetve ahhoz tartozó évnegyedeket látjuk. Szeretném jelölni, vagy jelezni, hogy a magyar népművészetben erre sorakoznak a példák. Most én két korondi tányért hoztam, ami talán a 70-es években készült Pál Antalné Róza munkája, ami nekem azért nagyon kedves, mert mintha egy nemes sátrat modellezne felülnézetben. Ugye látjuk a tetőkarikának, a tündüknek a körkeresztjét, a tündükön kívül látjuk a tetőrudakat, és a tetőrudak között pedig a rácszerkezetet. Most a tetőkarika ugye 4/4 osztja mind a két esetben a kört, tehát ez a kereszt, és van két zöld felület, ami egymással szemben, ez megfelelhet a két napi egyenlőségnek, van egy vörös negyed, ami a fény maximum, akár a nyári napforduló körüli időszak, és egy kék, ami a fény minimum, tehát akár a téli napforduló körüli időszaknak lehet a jelképe. Én úgy gondolom, hogy annak, aki már eltöltött valamennyi időt nemes sátorban, és mondjuk, ha például szerencsés esetben ezt akár tavaszi vagy őszi napi egyenlőség idején tette, és ezt mondjuk egyszer átéli, ezt a fényjátékot, hogy hogyan vonul végig a nap, szinte ugyanúgy, mint a románkori körtemplomainkban, ahol szintén egy-egy fényfolt vonul végig a kör falakon, esetleg a falra festett freskókat reflektorként megvilágítva. Tehát aki egy-egy ilyet átél, annak nem sokat kell mondanom, vagy magyaráznom ennek a jelképnek a fontosságáról és lényegéről. Aki nem élt még ilyet, tehát annak megpróbáltam most ezt átadni, de kívánom mindenkinek, hogy élj át. És a leges legvégére azt a gondolatot szeretném átadni, amit én rendszerint hozok minden vetítésem végére, és gondolom, hogy ennek a konferenciának is egy szép üzenete lehet. Egy Magyarországon élő kazakasszony gondolata, ami arról szól, hogy hogyan lehet tovább éltetni
az ősi erőt. Ugye azt mondja, amikor nagyanyám nem ezt készített, keresett egy öreg, elhasznált nemezdarabot, kissé meglazította, és betette a készülő nemeztakaró rétegei közé. Azt mondják, mifelénk az új tárgy erejét meg kell növelni egy már megszolgált, bevált nemez erejével. A réginek benne kell lennie az újban, csak így van folytonosság az életben. Erre én mindig a kovász példáját szoktam fölhozni, hogy ugye valaha a magyar faluban minden férhez menő lány otthonról hozta a kovászát, és hogyha ezt nem hagytuk volna abba, akkor ma is mindenki Éva kovászából süthetné a kenyeret. Köszönöm szépen a türelmüket.